Mi az együttes neve? Lovrek. Lovrek. CK-val a végén? Igen. Jó. Ezt hova kéne bedugnom? Hát figyelj, add ide. Ez eléggé sikamlós párbeszéd, de ha ide adod, bedugom én. Hogy, tessék, és most? Mit szólsz? Ugye? Jó, így. Hogy, de miért, elkezdtünk már erről beszélgetni, mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, értse, aki ahogy tudja, hogy ez miből jön, azt mondtad névből. Igen, az én nevemből adódik alapvetően. Uh-huh. A kedves zenésztársaim szavazták meg ezt a zenekarnevet, leszavazták az én eredeti ötletemet, ami egy... Mondtad Illusion. Illusion volt, igen, így van. Vagy Illusion, egyebek. És azt is mondtad, hogy ez, hogy Lovrek, ez jelent valamit angolul, én nem tudtam. Mi? Szerelmi? Szerelmi sérült, egy angol szlengben ezt jelenti gyakorlatilag. Akit igen. Mondjuk elhagyott, vagy megverte az, a volt barátnőjének az új fiúja, vagy, vagy csak meseket küldött neki. Borzalmasak ezek a dolgok. De azt is beszéltük, úgyhogy már a felét átbeszéltük, úgyhogy most már elég, hogyha csak sorszámokat mondok. A harmadik téma az volt, hogy ilyen állapotból lehet zenét írni, nem? Hát így van. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb költőinket is, hogyha megnézzük, például József Attilát, aki nekem nagy személyes kedvencem, azért ott sem a habkönnyű életét foglalt a versekben, hanem ott elég nagy szenvedések és elég nagy fájdalmak azok, amik azokat a gyönyörű verseket ihlették. Hát nálunk gyakorlatilag a szövegek azok mindvégig ilyen témákat taglalnak, tehát nagyon személyesek. Ez a Klassz FM, a Lovrek együttessel beszélgetünk, Életjel című lemezüket tartom a kezemben. Ugye most már szerintem nincs ez a sztereotípia, még az én gyerekkoromban mindenképpen volt, hogy aki rockzenét játszik, az mindenképpen hülye is. Akkor volt még egy ilyen, de most már annyira nincs, és annyira nem ezt látom, hogy azt sem látom egyébként, hogy a popzenét játszók mint hülyék lennének, de mintha ők sokkal lazábbak lennének, és mintha sokkal többet szeretne gondolkodni általában az, aki keményebb zenét játszik. Függ ez össze valahogy, vagy nem? Beszéljél. Én úgy gondolom, hogy nem. Nálunk szerencsére, azt kell, hogy mondjam, hogy Krisztián belső indítatású szövegei, azok nagyon, én úgy gondolom, nagyon jól találkoztak azzal a zenei közeggel, amiben mi közösen gondolkodtunk. Ilyen dolgokról úgy gondolom, hogy általában ugye ezek nem óriási happy témák, tehát ezekről a dolgokról súlyosabb zenei aláfestéssel lehet szerintem igazából elérni azt a hatást, ami az a hallgatóból is kiváltja ugyanazt a fajta érzést, ami úgy gondolom bennünk van. Uh-huh. Ez a Klassz FM. A Lovrek együttessel beszélgetünk, akkor tulajdonképpen ez nézek a track számra, ez nagy lemez, ez simán nagy lemez, tehát hát mindegy, nagyobb, mint egy kis lemez. Igen, annál nagyobb, egy EP-nek lehetne talán. 9-8 track? 7 dal plusz egy a hetedik dalnak az angol verzió, tehát gyakorlatilag 8-50 perces, tehát nem egy. Majdnapság ez már nagy lemeznek számít, kérem szépen. És sorban minden zenekari tagnak a szerelmi sérüléseit beleraktátok a dologba? Nem, ezek jó részt az enyém, így van, illetve van 3 olyan dal, ami egy korábbi a Zolinak egy korábbi zenekarától vettük át gyakorlatilag. Azok az ő sérüléseit. Az akkori énekesüknek a sérüléseim, fogalmazunk így, de igazából nagyon azt gondolom, aki meghallgatja, az talál benne mindenképp a saját életére vonatkoztatható és dolgokat. És egy ilyen kemény fiú mit csinál, amikor szerelmi sérülté válik? Tehát elég örül dolgokat is. Igen? Igen. Például? Hát. Na csak a legálisokat említve. Azokat nehéz felsorolni. De most komolyan, hogy körülbelül, tehát, hogy így oda megy, nem égeti magát azzal, hogy oda megy, és még tombol a lányház előtt, ugye? Tehát, vagy igen. Amikor én olyan korban voltam, akkor ez is előfordult, igen, ilyen 19-20-21 éves koromban én elég csúnya dolgokat tudtam művelni ennek kapcsán, de hát az már régen volt. Igen. Azért is aggódom, mert időről időre belenyúlok ilyen, hát nem 18 éves, de ilyen 20 éves korosztályba, akiknek rendszerint utánam következő fiúik ilyen 30 évese, tehát még azért nem kifejezetten ez a lenyugodott izé, és rendszeresen megtalálnak engem. Ezt már meséltem előtte, hogy megtalálnak az exeknek az új fiúi, hogy szállják ki, és mindig rájövök, hogy én nem is vagyok benne, és utána megtudom, hogy igazából az illető rám hivatkozott egy csomó mindenben. De mondjuk, ha te lennél, az modelláljuk, mert ez engem most marhára érdekel, ha te lennél az a bizonyos másik izé, akkor te ezt elhinnéd nekem, vagy inkább erőltetnéd azt, hogy a jelenlegi barátnődnek higgyél?
Hát ez azért nehéz megítélni, mert ha az ember benne van ebben a szituációban, akkor nyilván nem lát normálisan. Tehát ezt szokták mondani, hogy a rózsaszín szemű meg ugye elkerül, és akkor csak hogy, előre. Sőt, az is egy kérdés, hogy én mit csináljak, mert én nekem meg nem érdekem, meg nem akarom, én nem vagyok egy rossz indulatú gyerek, hogy a következő kapcsolatot tönkre tegyem. Tehát nem feltétlenül akarom elmondani, hogy mi az igazság. Viszont verekedni meg nem akarok. Akkor... Nyilván nem kell vele foglalkozni. Itt a legegyszerűbb dolog, amit tehetsz, az, hogy annyiba hagyod a dolgot. Szerintem meg kell mondani, hogy a gyerekek, nekem ez semmi közöm. Az első fenyegető SMS-t tovább küldöm a rendőrségnek. Ennyi. Világos. Ez a Klassz FM, szerelmi csalódásokról beszélgetünk a Lovrek együttessel. Valamit még hajtunkoljak ebben, hogy milyen típusú szerelmi megcsalásokról beszélünk? Hát... A kapcsolatok, akik ezeket a dolgokat iktatták, abban az is volt, igen. Uh-huh. De javarészt hát inkább ilyen hogy is mondjam, összeférhetetlensége? Is. Igen, meg az, hogy az ember, tudod, amikor benned van a bizonyítás, vagy hogy te igenis meg akarunk tudni, hogy te vagy valaki, és azt úgy látod, hogy a másik még nem látja, és ezek az akarom is például erről szól, hogy tudod, mi a jó? De akarom, hogy lásd, hogy mennyit érek, akarom, hogy minden lásd. Ez egy érdekes kérdés, a feedback függőség, hogy nem ismerjük egymást, tehát nyilván nem rólad beszélek, csak ez is egy minta, aztán vagy rád illik, vagy nem biztos, hogy aki önmagában nem biztos, az kicsit akarja mással is definiálni saját magát. Azok általában problémás, nehéz, feltűnő embereket választanak. Ugye lehet a cicababákra is gondolni, mint kategóriákra, de ők általában már csak kinézetük miatt nehéz emberek, azért, mert az élet egész életükben támadta őket. Mindenhonnan mindig akartak tőlük valamit, és akkor olyan problémássá váltak. Tehát nehéz erre reagálni. És akkor rájössz arra, hogy nem elég a te problémád, még rájön az övé is. Ilyenbe szaladtál bele? Abszolút. Én kapcsolataim elején belefutottam egy olyan hölgybe, aki sajnos ma már nem is él, a szegény. Az egyik dal a Tiéd volt című dal, az abszolút róla szól. Annyira problémás volt? Igen. Jézusom. És igazából én éveken keresztül próbáltam őt megmenteni, de még nem hagyta senkinek, nem csak nekem, senkinek, a családjának, senkinek, és sajnos szomorú vége lett. Azzal együtt, hogy nem akarok érzéketlenek tűnni az ő irányába, de őt nem ismerem, téged pedig egy picit most már talán, hogy az annak sem könnyű, aki mellette van. Tehát tulajdonképpen az, aki ezt megteszi, ha jól értem, ő tette meg. Aki ezt megteszi, annak mondjuk vége van a dolognak, csak ott a családnak nem egyszerű, meg annak, aki próbálta megmenteni. Ezt te hogy tudtad feldolgozni, vagy föltudtad? Vagy hát, valahogy elmúlt ez? Igazából itt arról van szó, hogy ő nem konkrétan öngyilkosodott, amennyire tudom, hanem mindenféle dolgainak köszönhetően elvitte valamiféle. Akkor ez most már kemikália lehetett, igen. Igen. De gyakorlatilag én ezt nem hiszem, hogy ezt nagyon föl lehet dolgozni, vagy ezen túl lehet. Jó, de bűnösnek nem kell érezni magát az embernek. Tehát... Hát én azt gondolom, hogy mindent megpróbáltam nagyon-nagyon sokáig. Aha. Nem tudom, hogy mi más. Nem mindenkit lehet megmenteni, az biztos. Igen. Ez a Klassz FM. Nem mondhatnám, hogy nagyon vidáman, de szerelmi csalódásokról beszélgetünk, és arról szólnak a dalok. Tehát végül is mondjuk adja magát, hogy többen ezzel kapcsolatos zenét hallgatunk a Lovrek együttestől. Azt nézem, hogy Életjel a címe, és ráadásul ilyen szívdobogás, görbe, vagy mit... Igen, nem tudom, jártam már orvossal, de ezt nem kérdeztem meg tőle. Mindig csak magamat gyógyítattam, borzasztó. De akkor most rendben vagy? Abszolút. 6 éve teljesen harmonikus kapcsolatban élek, nagyon. És ebből viszont hogy írsz dal? Hát igen, ez nem egy egyszerű, viszont a mostani páromnak is van egy dala azon a lemezen, a Lélekgyilkos, az pedig a... Ő írta? Én írtam abszolút, csak róla szól. Lélekgyilkos cím. Igen, és tudod, tudja, hogy ilyen címe? Tudja, igen, amikor megírtam, akkor azonnal megmutattam neki, és hát ilyen eléggé érdekesen. Jó, megverekedtetek. Igen, körülbelül. Szegény egyem a szívét, rákerülni egy lemezre. De azért ezt el kell dönteni, hogy vigyázzál ezzel komolyan, mert az ilyen játszmák, meg kis sérülés okozások, ezek aztán összegyűlnek. Tehát most már több dalt ne írjál ilyet. Tudod, mit, ha rám hallgatsz, itt csak magunk között, akkor majd írsz egy szépet. Egész biztos kijön belőle. Ha 6 éve együtt vagytok, akkor biztos kijön belőle egy szép dal is. Reméljük. Csak az nehezebb megélni valóban. Ez olyan, mint a bulvár sajtó, amely ugye arról szól, hogy ki esett egy pofára. Jó, és akkor mindenki reklamál, hogy de azt miért nem írjátok meg, amikor jó. Mert annál mit?
Képzelj el egy olyan bulvárlapot. Pedig most már lassan, ha belegondolunk, hogy évek óta ugye ez ment el a legdurvább irányokba is, most már valami másnak kell következnie. Jó. Tehát hamarosan már az lesz az érdekes, ha valakivel valami jó történt. Ez nem így működik sajnos. Tudod, abban igazad van, a másik felében, amit nem mondták ide, abból indultunk ki, hogy lassan nem érdekes most már, hogy kiesett pofán, mert ma már négyet elolvastam, tudomásul vettem, hogy ezeknél én jobb vagyok. Jó, de akkor mi legyen? De nem biztos, hogy ettől elkezdünk érdeklődni a pozitív információk iránt. Az ember nem ilyen. Akkor szerinted mi lesz? Nem tudom. Nagyon sokáig, nagyon régóta durvítják, és tulajdonképpen még a mocsok felé van út. Tehát a nyilvános kivégzéseket még nem közvetítik élőben az interneten. Itt még nem, de már máshol. Máshol, igen? Hogyne. A videó megosztottam, fogják beírni a classfm.hu-ra, hogy írjátok be, hogy hol. Te jó is. Itt senki rajta.